üdvözlök minden kedves nézőmet. Na, ez itt, kérem szépen, a Call of Duty 7 Black Ops menüje. Na már most ez a Treyarch-nak a gyártmánya, nem tudom, hogy jól mondom-e, ha nem mondom jól, így járt. Nem baj. Treyarch, ott van a logója mindjárt azon a kis tévén, amin semmi nincs. Várjál, Black Ops ugye? Ja. Mindegy, majd ha látom, akkor megmutatom, hogy hol a logója. Hát igen, első nagy érdekesség a játéknak, hogy a menü az egy háromdimenziós menü. Szóval, hát itt vagyunk egy ilyen székben, egy kihallgatásom, és a tévén válaszgathatunk Egér Görgő segítségével, vagy ugye a föllegombbal a menüpontok között. Hát van beállításunk, itt a grafikus settingsbe, a tört verzióban volt 16-szoros anti-analyzing, de itt nekem most kölcsönadták a játékot eredetibe. Köszönöm szépen a kölcsönadótól, majd esetleg, hogyha akarja, megnevezem, meg a Black Ops 2-t is kölcsönadta, szintén még egyszer köszönöm szépen ezt is és azt is. Szóval, megfulladok közbe. Szóval nincsen 8-szoros antisztópikus szűréses cucc. Jó, mondjuk ezt nem eplizem le, mert úgyis ez van beállítva. Tehát a settings az ennyi, hát egész jól néz ki a settings. Amúgy két kinézete van, van egy modern, meg ez a még modernebb, szóval mindegy. Kicsit átlátszik a menü is amúgy, már átlátszik, kész. Ez egy kihallgatás, amin éppen vagyunk, ugye? Ott van, hogy Treyarch, na, mondom, hogy Treyarch, bazd meg. Fel is lehet állni a székből a space verregetésével, azt hiszem. Így van. Körbe lehet nézni. Mozognak itt fönn a kábelek, meg minden. Nem csak körbe tudunk nézni, nem tudunk mászkálni is. Baromi szépen néz ki amúgy a Treyarch-nak a melója, mert szép ez a grafikus motor. Annyi van, hogy én önmagamat nem látom a monitorokon, tehát ez érdekes, nem mindegy. Viszont a kamera előtt tényleg mozog egy kábel, amit tényleg látszik, szóval azért brutál. Várjál, csak túl gyors a kamera. Most a Treyarch volt rajta. Ja, még változik is, beszarsz. Jó, hát igazándiból nem egy nagy dolog. Itt van egy ajtó, amin nem tudunk kimenni. Itt vannak ilyen sok fasságok. Igazándiból lófasz nem tudsz itt csinálni, csak bebagolni, mint most én. Meg ide bemenni. Meg ezt a kis gépecskét lehet használni. Itt lehet valami zombi módot, vagy mi a lófaszt elindítani, ilyen zombi mini játékot. A zombi módon kívüli mini játékot, vagy valami ilyesmi van. Hát itt az aksi, amivel megrázatnak minket, és ugye visszaülünk a székbe, hát ez egy... Jó, hát akkor szerintem azonnal elkezdhetjük végül is, nincs ez Call of Duty, nincs rajta, amit mondom magyarázni. Annyi, hogy ezt a Treyarch csinálta, ez a Black Ops 1 egyes része. Skippelni a space-el tudom, nem akarom ezt most gyorsan. Szerintem ezt az egy részt még azért megmutatom. Csupa vér vagyok, meg minden, de legalább látszik a lábam. Megbasszatnak minket 2-20-szal, illetve hát csak az aksival. Jó, átugrom direkt, mert nem vagyok rá most már kíváncsi. Mindenki meg tudja nézni, amely, aki játszik vele. Szóval... Kurva betöltés. Skippeljed már, bazd meg. Aranyszínű Call of Duty is. Egér kurzor. Jó. Most végig kell nézni. Miért nem hozza ki a skippet? Geci. Nem mondod, hogy ilyen sokáig tölt. De. Kurva anyád.
ember törtbe nem töltött ennyit. Hát beszarsz. Shader warming, az nem tudom mit jelent. Okay. The police are gonna be here soon. Let's make this quick. Na most kezdődik az első küldetés, legalábbis az első üzé. Csak Woods. Ha meg lehet állítani, gyorsan megállítom, mert valami nem kosher. Egy pillanat. Szóval folytatom tovább a küldetést. Mason, what's up, Carlos? So you get what we need? Érdekes. A portállal játszottam most legutoljára, ami egy igen szép kis játék, és az abba van rendesen 60 FPS-en. Az elég szép. Jó, mondjuk, hát nincs olyan grafikai háttere, mint ennek. Bocsi, csak kihúzom a billentyűtárkát. Tartó cuccot, és be van ragadva. Szóval nyekerek, mint állat. Meg szétvagdalom vele a kezemet. Puta kapitalista! Kapitalista! Még a csempe is föl van törve, beszarsz. Beszélj, túl! Na már is beindult a banzáj. Be van törve a cserép, vagy csempe. Még ezt is kidolgozzák, öcsém. Kurva nagy. Ott is. Ó, öcsém! Azt mondták, hogy hamisítványba vagy mi törd be laggolva az meg. Azt régebben laggolva. Nyomd meg a négyestet. Egész jó lenne. Elbasztam, mindegy. Előjél már rám, hülye gyerek. Lebasztam a picsával a fejét. Ez hülye. Kick down. Give me some cover. Én konkrétan csak ezzel a... Jó fasszal játszok. Jó VTF van, bazd meg. Kocsihoz kellett volna futnom. Na, itt kell nyomni egy hátra gombot. A faszért nem. Azt elütöttem a faszba. Hát ennyi volt a első. Igazán, de ezek ilyen visszaemlékezések lesznek, szóval... Ilyen kurva gyors lesz az egész. Valószínű amúgy bassza meg. Szóval így néz ki a játék, gyönyörű szép, szerintem jó kis grafikus motorja van. Jobban néz ki, mint a COD 4, több benne a csillogás, villogás effektus. Jobban is megy. Shoot down. Na, gyerünk már, buzi. Now, hook up. This is it. Verem az F-et, öcsém. Mert hosszan kell nyomni, de miért? Mert nekem fegyvert se adott a játék még. Arra fogunk tovább menni, remélhetőleg. Mi a franc fáj a kezem, ember? E betű. Nyomorákot kéne megkéselni.
Itt loptam le a kis pisztolyt a izére. Kicseréltem izére. Itt meg ahelyett, hogy egyenesen mentem volna, bejöttem ebbe a szarba. Nem itt, itt jöttem körbe, de tök felesleges körbe menni, mert nem erre kell jönni. Mi legyen is a szembe. Kurva anyádat! Bazd meg, action killed. What the fuck? Fél óráig folytogatja, én meg egy golyóval előttem elsőnek azt csőt. És meg ki a faszba. Perfect, you're all focused on the airfield. Convoy ahead, do not engage. Hát én megvárlak titeket, basszátok meg akkor. Sit tight. Let him pass. Bowman, left flank. Move out. Ez jó kis fegyver amúgy. Castro's paranoid. With good reason. We've been trying to get him for 3 years. Biztos, hogy lehet valami gyűjteni, és legalábbis én találtam valami szalagszart kellett gyűjteni. Szalagos magnószerű lószart. Na, mozduljatok, hülye gyerekek. Nélkületek nem nyílik ki az a kurva ajtó. És ilyen csillagó-villagó. Intel fasságokat kell fölvenni. Mi van, ha AMD-s vagyok? A lábas kurva szárad. Kumpliárus buzi gyerek, geci, mi a fasszal lőttél rám? Ja, ti most rám lőttök, hát szóljál, bazd meg! Granyadó. Megelőz, bazd meg a csapattársam, a kurva anyját. Baszki, olyan szar irányítani. Nem tudom, hogy jó értelembe szar, vagy szar értelembe szar. Te most komolyan átmentél mindenen? Jó, mondjuk én is átmentem rajta, de... What the fuck-nak van ott? Reach. Ezt ilyen, ahogy kinyitja. Ilyen extra nagy sebességgel tudtam lőni.
kurva az, hogy szétlőttem mindent. Ilyen, ilyen muníciót kérek, ez olyan kurva jó. Akkor is ideadja ezt a kis lófaszt. Bullet time! Headshot. Ez is bazd meg, csak engem támad, csapattást, azt nem kell. Situation here, bazd meg. Milyen faszával szórok az a buzi. Kapom az agyba. Te ki a faszomra válsz, hülye gyerek? Te ki befosod, bazd meg? Na mindegy, tört verzióban igazándiból kifagyott az egész játék, szóval sokat nem értem vele. Nem mondod, hogy elbasztam, de elbasztam. Szépen csöngnek a töltények. Olyan fos irányítani, ez trajárkos bazd meg. Modern Warfare-be bazd meg ugyanúgy kellett irányítani, ezt is, azt is. Hogy ezt is azt is ugyanolyan szar volt irányítani. Nincs valami, amit fel kell venni? Milyen rádiókat kell ezt felvenni? Tudtam, hogy itt van, bassza meg. Get up, people! Supportolni kéne. De ember! Ne legyen már szar a játék! A baszódjon már körbe! Fasz van veled, te pöcs! Keci, ennyit kellett csinálni! Meg kellett lőni, hogy észrevegye, hogy kurva anyád! A nyomorék élet basszon körbe! Meg lövi a falat, keci! Checkpoint cucc kombósítmány. Ez mindig így robban föl. Support bazd meg belemászik a pofámba.
bless you, Carlos. This way, into the sugar field. Kicsit gagy ez az egész szerintem. Jó, amúgy meg szép, meg minden, csak gagyi egy kicsit irányítani még most. Majd megszokom. Át kéne vinni gyorsan, azt cseré. Kurva sokáig kell nyomni az F-hez, hogy észlelje, hogy valami van. Ez be volt programozva az a csávó múltkor is elesett. Bazd meg a nyárat. Ja, örök lőszer van benne, miért nem ezt mondod? Találd már ne. Vannak vagy 12-en. Tartálj kocsit. És körülbelül itt fagyott ki a játék. Ennyi. Meg szerintem ez volt az első küldetés, szóval én megköszönöm a figyelmet. Várjál, még nem. We killed you. No. You killed a double. You think we didn't know of your plan? We always know. Do with him what you wish, General. This is my gift to you, in honor of our new relationship. Just make sure that he suffers. He will know suffering beyond his darkest fears. I have plans for you, American. De ronda fejed van, te csúnya. Oh, he did. Kurva közel hozták amúgy. Szerintem ez már itt a betöltés, szóval köszönöm szépen a figyelmet. Csak nem jelzi semmi, hogy betöltése vagy nem.